Üdvözöllek, itt van a nyár, a Facebookot és az Instagramot elönti a sok-sok nyaralós fénykép. Most megbeszéljük azt, hogy gyakorlatilag hogyan tudod sokkal jobbá tenni a nyaralós fényképeidet. Amikor megnézünk egy nagyon-nagyon híres helyszínt, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy egyből elővesszük a telefonjainkat, fényképezőgépeinket, viszont sokkal inkább javaslom azt, hogy tudatosan próbálj fényképezni, és ne rögtön kezdjél fényképezni, hanem gondold át, hogy mi az, amire szeretnél koncentrálni, hogy egy picit más szemmel tud megközelíteni a dolgot. Ehhez most adnék neked néhány tanácsot. Elsőként beszéljünk a kompozícióról, vagyis hogy hogyan helyezzük el a témánkat, a tárgyunkat a képünkön belül. Használjuk például a harmadolás szabályát. A harmadolás azt jelenti, hogy a képünkön a téma az nem középen van, hanem valamelyik harmadba helyezzük el. Osszuk fel a képernyőnket gondolatban kettő vízszintes és kettő függőleges vonallal, és ezeknek a meccés pontjaiba helyezzük az adott témát, ilyen módon sokkal izgalmasabb képeket tudunk majd készíteni. Minden esetben érdemes az egyszerűségre törekednünk, csak az legyen a fényképünkön, ami valóban hozzátesz ahhoz a fényképhez, ahhoz a tartalomhoz, amit mi szeretnénk elérni és megmutatni. Amellett, hogy szemmagasságban fényképezel, szerintem több dolgot is ki tudsz próbálni, hogyha például lefele nézel, vagy felfele nézel, tehát próbálkozz a különböző perspektívákkal, hogyha például gyermekeket fényképezünk, akkor érdemes hozzájuk legugolni, és akkor ilyen módon megmutatni az ő világukat, az ő perspektívájukat. Térjünk át a fényképezendő témára, hogyha a fényképezendő témánk kisebb, mint egy autó, akkor azt javaslom, hogy menjél közelebb, vagy pedig zoomolj rá, annak érdekében, hogy a témánk az teljesen kitöltse a képmezőt. A fényképezésnél az egyik legfontosabb a fényviszony. Milyen fényviszonyoknál készítjük a fényképünket. Ha direkt fényben fényképezünk, akkor azok egy picit öregítik az arcot, viszont egy picit sötétebb van, egy picit félhomály van, akkor sokkal fiatalabbá tudjuk ilyen módon tenni az arcot. A legszebb képeinket viszont naplemente előtt, illetve naplemente után, naplementekor tudjuk elkészíteni, hiszen ilyenkor sokkal hosszabbak az árnyékok, sokkal melegebbek a színek, sokkal szebben kijön a teljes textúrája adott esetben egy fényképnek. De azt javaslom, hogy dél és mondjuk 4 óra között ne fényképezz, hiszen ilyenkor nem biztos, hogy a megfelelő irányból jön a nap, úgyhogy korán reggel, vagy pedig késő este fényképezz. Egy apró tanács még ennek a végére, hogy mielőtt megmutatod a rokonaidnak a felvételeket, szelektálj nagyon erősen, hiszen nem akarnak valószínűleg ők sem 4000 fényképet végignézni. Elég, hogy csak azt a 30-40 legjobb, általad legjobbnak ítélt és legjobban sikerült fényképeket mutatom meg. Ezek voltak azok a tippjeim, amikkel jobbá tudod tenni pihenéskor elkészített fényképeidet. Én Kékesi Donát vagyok, és nagyon jó nyaralást kívánok nektek!